Sziasztok, köszöntelek benneteket. Talán nem árulok el nagy meglepetést, hogyha azt mondom, hogy még mindig egy anticiklon alakítja az időjárást, emiatt pedig már egyre inkább nagyobb területen képződhet köd, főleg a nyugati tájakon. A levegőminőség fokozatosan romlik, ugyanis még a következő napokban is állni fog a levegő itt a Kárpát-medencében, akik pedig változást várnak az időjárástól, azoknak egészen szerdáig kell várni, akkor majd egy mediterrán ciklon érkezik, de addig is a tőlünk észak-keletre található anticiklon alakítja az időjárást szinte egész Európában. Nagyon szépen látszik a felhőzet animáción ez a szürkés szín. Ez az alacsony szintű köd, illetve rétegfelhőzetet jelöli, szinte egész tőlünk északra fekvő Európát beborítja. A Kárpát-medencében nyugodt idő várható, az éjszakai órákban derült vagy fátyol felhős lesz felettünk az ég, csapadék nem alakul ki, pára a foltokban köd képződik, utóbbiak kialakulására elsősorban a délnyugati-nyugati határvidéken számíthatunk, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban pedig általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, ennél magasabb értékeket a vízpartokon, illetve a nagyobb városok belvárosaiban, a magasabban fekvő helyeken mérhetünk, alacsonyabb értékeket pedig a hidegre hajlamos helyeken, kiemelten az északi völgyekben, valamint a nyírségben számíthatunk alacsonyabb minimum értékekre. Holnap napközben a pára köd kiterjedése fokozatosan csökken majd, azonban a nyugati határvidéken lehetnek olyan tájak, ahol tartósabban is ködös párás marad az idő, ezért ezeken a területeken alakul majd alacsonyabban a maximum hőmérséklet, néhol a 10 fokot sem éri majd el a csúcsérték. Az ország többi részén azonban 11 és 15 fok közötti értékekre számíthatunk. Fátyol felhők zavarhatják majd a napsütést, és csapadék sem alakul ki. A következő napok pedig kísértetiesen hasonlóan fognak alakulni. Annyi kivétellel, hogy vasárnap például már a nyugati tájakon tartósabban is megmaradhat a köd, és ez lesz az igaz hétfőre, illetve kedre is, a hőmérsékletek is néhány fokkal alacsonyabban alakulnak napról napra, ugyanis a páraköd egyre nehezebben szakadozik, osztadozik majd fel. Azt is szépen láthatjuk, hogy kedden a csúcsérték már csak a déli, délkeleti tájakon érheti el a 10 fokot. Az ország legnagyobb részén tehát 10 fok alatt maradnak a maximumok. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, lájkoljátok, kövessetek bennünket az alábbi elérhetőségeken, illetve kövessetek bennünket legközelebb is. Sziasztok!